Eddig bírtam. Ma igazi kalóriabombákat fogok megkóstolni, holland csemegéket, snackeket, és gondoltam, előtte, utána, közben kicsit megmozgatom a testem, mire nem jó egy meredek holland lépcső, nem? Sajnos nem vagyok annyira fogyásra hajlamos, de értelek, bármit megteszek. Cserébe pedig csak annyit kérek, hogy légy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Köszi szépen, kész vagyok. Nem bírom én ezt a lépcsőzést. Hát akkor hivatalosan is megnyitom Esti Holland Snack Bárját. Az első étel, amit megkóstolok, ez nem más, mint a frikandel. Ez tulajdonképpen csirkéből, sertéshúsból és egy csomó másféle húsból készül szerintem, de arról jobb, hogyha nem tudunk, hogy mi van benne. A lényeg az, hogy a hollandok nagyon szeretik ezt a kis csemegét. Monsieur frikandel. Igazából ezt az ételt ketchuppal, majonézzel vagy körivel fogyasztják, és sokan raknak rá hagymát is, ami mondjuk szerintem sokat dob ezen a kaján, legalább elveszi az ízét. Megmondom őszintén, egyszer már próbálkoztam a frikandellel, nem annyira adta magát, de most adok neki egy újabb esélyt. Nos, hát akkor lássunk neki, jó étvágyat mindenkinek! Én a frikandel, tegyük ki a kis papírkájából. Egy kis majonéz rá. Kicsit olyan szappanos íze van. Nem tudom, hogy milyen fűszer van benne, de egyébként nem rossz. Még a végén megszeretem. Egész finom. Nem nagyon tudom mihez hasonlítani, de kellemes. Minden esetre a többit meghagyom a Petinek, az én drága férjemnek, hogy nehogy kimaradjon a tutiból és a jóból. Kis frikandel. A következő méltán népszerű holland snack nem más, mint a bitterballen. Majdnem azt mondtam, hogy bitterballen. Na, tehát a bitterballen, ami tulajdonképpen egy ragú golyó. Igazából készítenek egy marha pörkölt alapot, amiben beletesznek sárgarépát, egy csomó fűszert, még például szerecsendiót, majd berakják a hűtőbe, ott lehűl ez a massza, kis golyókat formálnak belőle, beleteszik tojásba, meg zsemlemorzsába, majd bőolajban kisütik. Na hát nagyjából ez a bitterballen, amit egyébként mustárral szoktak fogyasztani. Így néz ki, mutatom, bitterballen. Szerintem egyébként a bitterballen egy nagyon finom étel, nekem csak az a bajom vele, hogy amikor frissen kihozzák, akkor ehetetlen, mert hogy tűzforró a belseje. Nehéz elcsípnem azt a pillanatot, amikor már nem tűzforró, tehát nem égeti szét teljesen a szádat, de még nem hideg. Bakker! Na, most nagyon forró volt ez a falat. Jónak tűnik. Tökéletes a hőmérséklet, egy kis mustárba belemártogatom, és... Ez fincsi, érdemes kipróbálni, hogyha Hollandiába jártok, vagy ha Belgiumban, mert egyébként Belgiumban is nagyon népszerű ez a kis csemege, illetve hát Szurinámban is sokan esznek bitterballen, de hát oda viszonylag ritkán jár az ember, legalábbis én. A következő étel egy édesség, ami abszolút tradicionális itt Hollandiában. Ez nem más, mint a beschout met mösjös, kimondani sem egyszerű. A neve nem hangzik túl jól, de remélem, hogy az íze és a kinézete majd kárpótol. Mutatom nektek. Ők az egerek. Egyébként ennek az édességnek a fogyasztása tényleg nagy hagyomány itt Hollandiában. Ha fiúgyermek születik, akkor kék színű egereket szórnak a kétszersültre, ha pedig lány, akkor rózsaszínűt. Először is megkenjük a pirítóst egy kis vajacskával. Majd rászórjuk az egérkéket. Asza! Na most már értem, hogy miért szeretik ezt a hagyományt, de ez marha jól néz ki. Oh,
Au. Hát ez nagyon rossz. Az van, hogy ennek olyan íze van, mint a medve cukornak. Ez konkrétan ilyen ánizsos valami. Ez egy medve cukor. Medve cukros, kétszer sült. De miért? Megmondom őszintén, én egy kicsit más ízvilágra számítottam. Azt hittem, hogy valami csoki lesz a cukormáz alatt. De nem. Viszont jól néz ki. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek az apostropot. Ez annyira holland, mint még semmi, de tényleg. Az apostrop egy cukorból és almából készült nagyon sűrű szirup, és egyébként különböző ételekhez is használják, de leginkább kenyérre kenik, és most jön az extra rész, sajtot is raknak rá. Mondjuk nekem szerintem ez be fog jönni, mert én imádom az édeset meg a sósat keverni, egy kis édes, egy kis sós, utána meg egy kis édes, aztán megint egy kis sós, ez az én hitvallásom. Na de a puding próbálja az evés, nézzük meg, hogy néz ki, és hogy milyen az íze. Nézzük meg, milyen sűrű. Hú, nagyon durfi. Nem esik ki, vagy legalábbis remélem, nem emlik ki. Nem. Igazából olyan az állaga, mint a méznek. A sajt. Elfelejtettem a sajtot. Pillanat. Íme a sajt a legjobb barátunk Hollandiában. Majd erről is fogok egyébként valamikor egy videót készíteni a holland sajtokról. Annyi féle fajta sajt van, hogy ez valami fantasztikus. Én nagy sajtimádó vagyok, és még most sem sikerült végigmennem az étlapom, mármint ugye a sajt étlapom. Ráhelyezem a sajtot, hogy mindenki lássa, nem csalok, és valóban meg is fogom enni. Na, ez az én világom. Ez nagyon finom. Fú, de jó. Szerintem holland vagyok. Apelstrop met kász, alma, szirup, sajttal, egyszerűen magnifik, verhetetlen, tényleg nagyon finom. Az összes közül, amit most megkóstoltam, nekem ez jött be a leginkább. Annak ellenére, hogy a hollandok ilyen kalóriabombákat visznek be, szerintem csúcsformában vannak, nagyon ritkán látok túlsúlyos embereket, és szerintem ennek egyetlen egy oka van, a biciklizés. Éjjel, nappal, télen, nyáron, esőben, hóban mindig bicikliznek, ráadásul itt vannak ezek a nagyon meredek, magas lépcsőik, amiket nap mint nap megmásznak, úgyhogy garantált a Beachbody gyerekek. Mára bezár ezt a holland snackbárja, de hamarosan újra jelentkezem, csak egy dolgotok van addig, hogy feliratkozzatok a YouTube csatornámra. Nagyon köszönöm nektek, vigyázzatok magatokra, csók a családnak, du, da, tocsiz, tocsó, puszi.